megkérdezném, hogy az Erzsébet híd, vagy a Petőfi híd az mikor térült meg, és mennyi időbe tartott? Vajon jól tették-e annó elődeink, hogy a Petőfi hidat, meg az Erzsébet hidat megépítették? Magyarok és magyarok között sok esetben ma sincs összeköttetés a Kárpát-medencében. Firbás György logisztikai szakértővel arról is beszélgettünk, miért van szükség a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésére, miért lenne szükség egy magyar regionális légitársaság létrehozására, és általában milyen legyen a nemzeti érdeket is figyelembe vevő logisztika. Az egyetem nekem, az nekem egyrészt hobbi, azt szeretem átadni, elsősorban ugye gyakorlati szakember lévén a gyakorlatot tudom átadni nekik. Nem ambicionálok egyébként így egyetemi katedrát. Logisztika tudva levőleg a négy fő infrastruktúrális pillére épült. Kezdeném a tengerrel, hisz a világkereskedelem nem ömlesztett áruinak közel 90%-a valamilyen módon valaha utazott a világ tengereken, tehát vagy alapanyag formájában, vagy alkatrész, vagy késztermék formájában, ugye a világkereskedelem nagyon nagy része hajózik, innentől kezdve a tengeri kikötő, a Szókratész óta, Krisztus előtt 410-ben ő már az aténi kikötőbe tartott egy beszédet, tehát azt tudjuk, hogy ez egy infrastruktúrális alapelem. Szókratész ugye 2500 éve ugye ő vak volt és alacsony, mint görög bölcs, és hogy ő meg tudja szólítani a megjelent hallgatóságot, fölállították egy boroskordóra, egy fából ácsolt raktár előtt a aténi kikötőbe, és még az is írva vagyon, hogy ebben a boroskordóban Perzsiából származó bor származott. Tehát nyilván kezdhetjük úgy, hogy Perzsia, nyilván Aténa az egy ellenséges, kvázi ellenséges ország volt, tehát működött a külkereskedelem. Ha van kikötő, akkor van hajózás, illetve a hordó az egy konténer, az egy logisztikai egységrakomány, illetve hát egy fából ácsolt raktár előtt tartotta a beszédét, tehát volt raktározás, készletgazdálkodás 2500 évvel ezelőtt, Krisztus előtt 410-ben, tehát a logisztika önmagában alapvetően a kereskedelemhez, katonasághoz, és ezek mesdjén ugye az élethez kapcsolódik, tehát amióta kereskedünk, amióta sajnos háborúzunk, azóta a logisztika az egyik legrelevánsabb gazdasági tényező. Ugye itt vizsgálhatjuk azt is, hogy hogyan építették az egyiptomiak a piramisokat, tehát ugye ott is a fő kérdés az, hogy hogyan lehetett odajuttatni, fölrakni, stb. Tehát ezt a úgynevezett ellátási láncot, hogy lehetett fenntartani akkor is, hogyha több tíz tonnás kőtömbök volt az ellátási láncnak a tárgyai. Tehát nincsen új a nap alatt. Visszatérve a kicsit korszerűbb logisztikához, a kikötő mellett, ugye szükségünk van működő nemzetközi repülőtérre. Tehát azt tudjuk, hogy a világkereskedelem áruinak nagyon-nagyon kevés tört százaléka repül, viszont áru értékben ez közel 30%-ot tesz ki, tehát azt kimondhatjuk nyugodtan, hogy nagyon értékes árucikkek, vagy érték többletet hordozó árucikkek repülnek. A harmadik pillér az az autópálya hálózat, most már egy a korszerű logisztikára rátérve, tehát nyilván az, hogy mi igen komoly erőfeszítéseket teszünk most, hogy Magyarország minden megyei jogú városa, egy nagyobb városa bekapcsolásra kerüljön az országos és európai autópálya hálózat, tehát itt gondolok olyanokra, mint Salgótarján, Sopron, Kaposvár, stb., hogy ugye mindenhova odaérjen az autópálya, ez gyakorlatilag ugye most ezekben az években húzzuk be, mert tudjuk, hogy kimutatható, hogy az autópálya jelenléte az nagyon erős gazdaságösztönző tényező. Ugye a negyedik, amiről szokás beszélni, ugye mindezeken felül azok a úgynevezett logisztikai központok, kiszolgáló ellátási láncot biztosító raktárbázisok és az úgynevezett intermodális logisztikai központok, ami azt jelenti az intermodalitás, hogy több szállítási módozatot egy pontban összekapcsolunk, például az utat a vasúttal, a vasutat és az utat a tengerrel. Tehát egy eklatáns intermodális pont a tengeri kikötő. Hazánkban ezeket nevezhetjük konténerterminálnak, nevezhetjük nagyforgalmú átrakóknak. Itt meg is ragadnám ezt a pillanatot, hogy kifejtsem, hogy ugye a négyből hárommal rendelkezik Magyarország, és igen jól áll, hát a tengeri elérhetőség az máshogy vizsgálandó, mert hiszen országunk határai sajnálatosan nem esnek egybe tengeri határokkal, tehát úgy alakult ez a történelem, hogy most nem. Viszont az összes többi hálózatunk, tehát ugye a közút-vasút hálózat, és itt a vasút meg a közút összekapcsolásához a vasút is igen jelentős erőfeszítéseket teszünk ebben. Nagyon jól áll Magyarország, és nagyon attraktív Magyarország, és egyre inkább azzá lesz.
Tehát én azt szoktam mondani mindig külföldi befektetőknél, amikor Magyarországot próbáljuk pozícionálni, hogy ez a logisztikán ez nem fog múlni. Nagyon érdekes földrajzi tény, és ez kevesekben realizálódik, pedig így van, hogy Magyarország egy híd az Európai Unión belül is, hiszen az országot az EU belül nem lehet megkerülni. Jelen pillanatban Szerbia és Ukrajna miatt, tehát hogyha ugye az EU-nak ez a Balkán, illetve déli csatornája, ez ugye mindenképpen Magyarországon keresztül zajlik, egész egyszerűen logisztikai, praktikus vám és egyéb okokból is, nem is beszélve arról, hogy mi erre már nagyon jól megfejlesztettük az infrastruktúrákat. Tehát a logisztika ugye ezen a négy pilléren nyugszik, ezek az úgynevezett infrastruktúrális pillérek, ezek az úgynevezett kemény, hard infrastruktúrák, ami a közjó érdekében, illetve az ország, Magyarország saját magának neutrálisan fejleszt. Ez a neutralitás azt jelenti, hogy bárki használhatja, aki mondjuk ennek a díját megfizeti, tehát bárki, aki megvásárolja az autópálya matricát, az haladhat az autópályán. Tehát ugye ez egy neutrális, kemény infrastruktúra, ami igazán beruházás igényes, és a közjó miatt épül, Magyarország közjója miatt, egész Európa, sőt majdnem a világgazdaság közjója miatt is. Tehát ezeken a pilléreken nyugszik most ez a logisztika. Összes környező ország igen jelentős földrajzi gátlásokkal rendelkezik, konkrétan hegyvidékekkel. Tehát, hogy a Kárpát-medencében Magyarország fekszik, ezért nekünk ez egy naturális útvonal. Természetesen neki lehet állni a hegyeknek. Környező országok is mind ugye hídként apostrofálják magukat. Közép-Kelet-Európa valamilyen szinten mindig egy híd szerepet tölt be, egy átmenet szerepet tölt be. Van egy jól megállapodott, régóta tőkét akkumuláló nyugat-európai térség. Közte vagyunk mi, ebben a mondhatni Berlin, Moszkva, Isztambul, mondhatnék Ankarát is, tengelyen belül. Igen, ugye Lengyelországgal közösen, sőt, majd mondhatni Szlovákiával közösen is mi egy híd vagyunk. Hasonló pozícióban talán Lengyelország lenne, és a lengyel síkságon keresztül például kínai konténervonatok, ami Kínából a Landbridge-en szárazföldön érkeznek, azok nagyon könnyen eljutnak mondjuk Németországba és a Benelux országokba, és ilyen tekintetben ugye Lengyelország is egy nagyon kemény tranzitország, például a Baltikumnak, beloruszoknak, oroszoknak, stb. Nyugat-Európa felé. Nekünk inkább a fókusz ugye jelen esetben a Balkán-félsziget és ami a Balkán-félsziget mögött van, és hogyha mondjuk ezt a kínai tranzitot nézzük, mi nagyon szeretnénk tranzitországá válni ugyanezen a vonalon, mondjuk a Nyugat-Balkán és Észak-Olaszország felé. Nyilván ismerjük a Kárpátokat, ismerjük az Alpok vonulatait, és nagyon kemény infrastruktúra fejlesztések szükségesek. Az Alpoké kimondhatjuk, hogy fejlett, de például a Kárpátoké az nagyon nem. A Szlovákia esetében mi nagyon szeretnénk, hogyha Szlovákia úgy lenne tranzitország, hogy mondjuk nagyon jó magyar-lengyel tranzit lehetőség épülne föl, az erre való irányultság ez megvan, mind közúti, mind vasúti tranzitálás, az nagyon könnyen ezen az észak-déli korridoron ez megvalósuljon. Viszont ugye kicsi országokról beszélünk. Tehát, hogyha mondjuk egy világgazdaság ugye egy nagyon nagy mércével, természetesen Lengyelország és Szlovákia és Csehország is ugye ilyen tekintetben egy tranzitország, de azért nem kell nagyon messzire menni Budapestől és csak elég csak az M0-ás autóútig, és végignézni az azon zajló forgalmat, bocsánat, sokszor azon álló forgalmat, hogy mit jelent Magyarországon az, hogy tranzit. Elég végignézni a Trianonban sajnos sugaras szerkezetűvé csonkított vasúthálózatunkat, hogy mit jelent az ma vasúton Magyarországon keresztül tranzitálni. Senki nem vitathatja el tőlünk, hogy nagyon kemény tranzitország vagyunk, tehát ezt nem kell nagy belátás, hogy az ember ezt azért érzékelje. Hogy azért a román, a bolgár, a szerb, a görög, a török, sőt, akár iráni rendszámmal is találkozni itt Magyarországon keresztbe, ami jellemzően délkeleten jön be és északnyugaton megy ki, illetve fordítva. Ezt ismerjük, ugye M1-es autópálya, M0-as autópálya, M5-ös autópálya, tehát ugye ez egy nagyon kemény kihívás 2020-ban. Ilyen tekintetben Magyarországnak jelenleg 67 kilométernyi autópályája lenne Budapest és Székesfehérvár között, mert tudomásom szerint ugye az M7-es autópályának a 60-as, 70-es években történt beruházása is 100 év alatt térül meg, ergo ha 100 év alatt térül meg, ilyen analógiára ne építsük meg, tehát nincsen szükség balatoni autópályára Budapest és Siófok között, mert
nem térül meg. Annak ellenére, hogy ismerjük a forgalmi viszonyait. Természetesen ez szigorúan a szubjektív véleményem, én nem látok rá nagyon a számokra, de nagyon nagy botorság azt gondolni egyébként, hogy egy vasúti, úgynevezett EU-s rail freight koridoron, egy teherszállítási koridoron, egy vasúti beruházás összköltségét mondjuk el kéne osztani a diákjegy árával. És ilyen egyszerű analógiát vonva az infrastruktúrális, a kemény infrastruktúrális beruházások közé lefektetni azt, hogy mi mikor térül meg. Megkérdezném, hogy az Erzsébet híd, vagy a Petőfi híd az mikor térült meg, és mennyi időbe tartott. És ilyen analógiával ennek neki feszülve, vajon jól tették-e annó elődeink, hogy a Petőfi hidat meg az Erzsébet hidat megépítették. Ugye az Erzsébet hidat jellegi állapotát ma 60-as évek elején, mert ugye sajnos felrobbantották 45-be, helyreállíthatatlanul felrobbantották 45-be. Tehát, hogy jól tették elődeink, hogy ezek a hidak megépültek. Vajon jól tették elődeink annó Baross Gábor idején, hogy a magyar államvasutakat, magyar királyi államvasutakat annó létrehozták, és további igen komoly infrastruktúra fejlesztéseket eszközöltek az országban. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a befektetések igen költségigényesek, igen, oda kell figyelni arra, hogy olyan befektetéseket hajtsunk végre, ami utána nagy mértékben és nagy volumenben, másodlagos, harmadlagos, negyedleges haszon keresztül az egész magyar nemzetgazdaság, az egész Európai Unió, sőt, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy a világgazdaság hasznát fogja hozni. Mondanék egy eklatáns budapesti példát. Megnyitása után nem sokkal azért elég komoly visszhangot kapott az, hogy nincsen elég utas a 4-es metrón, ami ugye Kelenföld és Keleti pályaudvar közlekedik. Tessék lefáradni reggel 7 óra 50 perckor a 4-es metróba a kelenföldi végállomáson is megnézni, hogy 1 óra 1 perc 30 másodpercenként hogyan indul el egy szerelmény, milyen töltöttséggel, és hogy hány helyet lehet a P+R parkolóba találni reggel 7 óra 50 perckor. Én azt gondolom, hogy természetesen a megtérülés fontos, nem szabad pusztán közgazdasági szív, feketén-fehéren papíron megközelíteni ezt a kérdést, azért egy hosszabb távú nemzetgazdasági hatásvizsgálat sem adhatja meg egyébként jelen állapot szerint azt, hogy mi lesz 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva. Amikor megnyílt a Petőfi híd, szerintem az 1930-as években, 36-ban azt hiszem, még Horthy Miklós hídként, hát hasonlítsuk össze az akkori méretezést, az akkori beruházást a Petőfi híd jelenlegi forgalmával. Akkor ugye még fakockával volt kirakva egyébként, tudomásom szerint az útburkolat. Viszont a híd az ugyanekkora volt, majdnem 8000 tonnás az a híd szerkezet. Nyilván nem abból indultak ki, hogy itt örökké lovas fiák kerek meg hogy mondjam, óránként 3, 4, 5, 6 darab automobil és villamos fog keresztül csattogni ezen a hídon, hanem látható volt már akkor is a szándék erre, hogy igen komoly forgalomra méretezték. Mondhatni csúnya szóval arra spekulálva, hogy egyébként a technológiai fejlődés el fog érni azt a szintet, hogy nagyon is kelleni fog ez a híd. Most nyugodtan megdicsérhetjük a híd akkori fejlesztőit, tervezőit és kivitelezőit, hogy olyan hidat építettek, ami gyakorlatilag inkább többé, mint kevésbé az Irinyi József út és a Boráros tér között megállja a helyét. Ezekkel a példákkal szerettem volna azt érzékeltetni, hogy egy ilyen beruházás, és ugye említetted a Budapest-Belgrádot, ez egy 50 éves, 70 éves kihordású idejű beruházás. Visszatérve ugyanerre a vasútvonalra, ennek a vasútvonalnak az utolsó átépítése tudomásom szerint 1968-ra datálható, a villamosítása pedig a 70-es évek végére, 77-78-80, azóta komolyabb beavatkozás nem történt ezen a vasútvonalon. Na hát azt hiszem 1968 a legjobb tudomásom szerint is 52 éve volt. Tehát, hogy ennek a vasútvonalnak mekkora a kihordása, amit 68-ban eleink megcsináltak, tekintet nélkül az akkori berendezkedésre, rendszerre, stb. Fejlesztésre, most értünk el oda, hogy az egészet váltani kell. Átépítettük a 90-es években a bécsi vasútvonalat, ugye 140/160 km/h. Megcsináltuk most az egész Balaton déli partját. Megy a fejlesztés, már Debrecennél tart a Szolnok, Püspökladány, Debrecen, Nyíregyháza, Záhonybonal. Miskolc felé ugye Gödöllő, Aszód, most megy ez a fejlesztés, illetve Békés Csaba felé is elkészült ez a vasútvonal. Drága beruházások, nagyon nagy körültekintést igénylő beruházások. Kiskúhalas és az egész délbácskai régió egyébként miért nem érdemli meg ezt a vasúti fejlesztést? Tehát az Balaton déli partján, meg a Budapest-Balaton közötti úgynevezett 30-as vasútvonalon, ugye az nem volt probléma, hogy fú de jó, Siófokra csökkent a menetidő, meg Fonyódra.
meg most villamosítjuk a Balaton északi partját, és akkor Balatonfüred vasútilag is elérhető. Itt azért ezt vizsgálni kell abból is, hogy természetesen nagyon szeretnénk, hogy Kiskörösnek Kiskuhalas jól be legyen kötve Magyarországba vasútilag is. Fontos az, hogy Belgrádban ne 6,5-7 órát tartson egy vonatút egy 300 km-es szakaszon. Viszont összességében ezek az infrastruktúra fejlesztések körültekintően, előremutatóan, visszautalnék a Petőfi hídas analógiára, megpróbálva megbecsülni azt, hogy a technológiai fejlődésünk hova tart. Helytállóak és szükségesek Magyarország számára. A saját szakmámban van egy úgynevezett Los Angeles effektus. Természetesen építhetünk mindenhova a 2x8 sávos autópályát. Hát ha 2x8 sávost építünk, akkor 8 sávon lesz dugó. Tehát nem az a megoldás, hogy akkor aszfaltozzuk le az országot faltól falig, határtól határig, vagy építsünk óriási vasútvonalakat. Körültekintően nagyon jól, valószínűleg nem az a jövő, hogy a jelenleginél 5-ször több kamion fog áthaladni majd 20 év múlva Magyarországon, hanem azzal látszik, hogy a fenntarthatóság, klímastratégia, energiapolitika, stb. Miatt azért elindult ennek a státuszkónak a megváltozása. Én nem gondolom magam eretnek szakértőnek, nyilván a logisztikai előrehaladás, nyilván van egy logisztikai státuszkó, ami jószerivel a 90-es évek elején alakult ki. Ez a státuszkó, ez ugye 30 éve fönnáll. Én ezt a státuszkót szeretném innovatív módon megváltoztatni. Mondok egy példát. Magyarországon 1968 és 82 között kiépült 21 darab úgynevezett intermodális kombiterminál. Ezeket a MÁV üzemeltette és tartotta fönt. Nyilván minden jelentősebb magyar városban volt ilyen. Most jelenleg ilyen intermodális vasúti közúti átrakás komolyabb mennyiségben és volumenben Budapesten 3 helyen, illetve Sopronban található. Tehát, hogy 1982-ben nekünk 21 volt, és 2020-ban meg 4 darab az országban. Ez azért az bemutatja azt, hogy nem egy revolúció, hanem egy devolúció volt, egy nagy arányú visszafejlődés. Több okra visszamenőleg ezekből az egységekből ugye abszolút teret hódítottak a tisztán, szimplán közúti fuvarozás, ezekből vagy szeméttelepek, ócskavas telepek lettek, a részük már meg sincs. Pécsen a Ganz Bagdaru, amit erre fejlesztettek, az bedőlve ott áll a Bozótosban. Jelenleg is több ilyen infrastruktúrális elemmel rendelkezünk, amit semmire nem használunk. Kihasználatlan a vasúthálózatunk, már a jelenlegi is. Tehát én nagyon, nagyon visszahelyezném pozíciójába az intermodális szállítást. Tisztán közútról a vasút közút. Ehhez szükségesek az intermodális központok, amelynek most jó Isten megadta, hogy Debrecenben elindul a kivitelezése 2020 folyamán, és bízom benne, hogy több ponton is, Zalaegerszegen, Nyugat-Magyarországon, esetleg más pontokon is, a Budapest-Belgrád vasútvonal kapcsán is úgynevezett intermodális közúti vasúti közforgalmú átrakókat fejleszt Magyarország. Ilyen tekintetben igen. Én nagyon szeretném a regionális repülést is visszahozni, hiszen jelenleg a vidéki repülőtereink most már talán Debrecen nem, de jószerivel kihasználatlanok. Nem tartom egy 21. századi megoldásnak azt, hogy Pécsről, a Pécsi Egyetemről, a Kolozsvári Egyetemre vagy a Marosvásárhelyi Egyetemre jelenleg 10-11 órát szükséges autózni. Amikor mondjuk mind a két városnak van üzembelégben nemzetközi repülőtere, és ez mondjuk 50 perc alatt abszolválható lenne levegőbe. Tehát én például hiányolok egy jelenlegi fapados társaságok alá pozícionált kis regionális magyar légitársaságot, ami a magyarokat köti össze a magyarokkal. Tehát azt gondolnám, hogy ez a Prága-Triest vonaltól Brassóig, Kárpátalján, Ungváron is működik nemzetközi repülőtér, stb. Egész egyszerűen lehetetlen eljutni ezekre a pontokra gyorsan és effektíven ma. Én úgy gondolom, hogy igény lenne rá, a vidéki repülőtereink alkalmassá tehetők erre. Tehát igen, egy régóta fönnálló státuszkód, hogy hát egész egyszerűen a repülés akkor Budapest, vagy az utóbbi években már Debrecen, és mondjuk aki pécsi, aki szegedi, aki győri, stb. Az ugye vagy Bécsbe megy, vagy Budapestre jön, de több száz kilométert kell autóznia, nem tudja abszolválni egyébként
könnyen a távolságot. De mondok még egy példát. Befektető vizsgálta azt, hogy repülőgéppel Berlinből mennyi eljutni Pécsre menetrend szerinti repülőgépekkel, és ők pontosan kiszámolták azt, hogy Berlin-Budapest, Budapesten autót bérelnek, az mennyi idő, stb. És eljutni Pécsre, és kijött, hogy bár a repülőút Budapest és Berlin között 1 óra 20 perc, nekik több mint 5 órába telik, vagy majdnem 6 órába telik eljutni Pécsre, és ez nekik szempont volt, és Pécs az Excel tábla legalsó sorába szerepelt, mint a legrosszabb értékkel szereplő város, hiszen Berlinből átszállással Kolozsvárra, Bukarestbe, Kassára, úgymond a konkurenseinkre nagyon könnyű jutni repülőgéppel. Pécs ez a legközelebbi működő használható nemzetközi repülőtér, az 230 kilométerre fekszik egy ilyen pici országban. De mondhatnám Pécs, de például Debrecen is, tehát mondjuk Debrecenből most már ugye el lehet jutni Fapados légitársasággal nagyon komoly európai városokba, ugye Lufthansa-val Münchenbe is, de például Debrecenből eljutni Brassóba, vagy Marosvásárhelyre, vagy akár a Dunántúlról, vagy akár nagyobb magyar városokból, tehát saját magunkkal nem vagyunk összekötve. Saját vasúthálózatunkat nem használjuk ki, saját vidéki repülőtereinkre nem építünk rá, azok úgy vannak, a többségük veszteséget termel, kiaknázatlan, óriási kiaknázatlan infrastruktúrális tartalékaink vannak a jelen pillanatban is. És nem az a véleményem, hogy most akkor azonnal indítsunk egy regionális légitársaságot, segítsünk hozzá piaci szereplőt, hogy 50-70 személyes repülőgépekkel, ugye nem kell a 230 fős gép, kis turbolégcsavaros, korszerű repülőgépekkel, magunkkal kössük össze. Adjunk lehetőséget egy erdélyi magyar üzletembernek, hogy ő egy nap alatt megforduljon mondjuk Győrbe vagy Pécsen, adjunk egy lehetőséget egy debreceni üzletembernek, hogyha az élete úgy hozza, akkor ő viszonylag gyorsan Prágába, Bécsbe eljusson. Ez a Debrecen-Bécs, ez mondjuk ez egy nagyon eklatáns vonal lenne. Autóval tudjuk, hogy az is vagy 5 óra, esetenként 6, repülővel pedig egy 45 perces út lenne. Tehát akkor most egymással sem vagyunk összekötve, de Nyugat-Európában viszont nagyon jól össze vagyunk kötve. Nagyon. A válaszom röviden az, hogy nagyon. Tehát, mi nagyon jól megteremtettük saját költségünkre a nyugati tőkének az infrastruktúrát, hogy ő elérje saját magát. És elérje a tőlünk délkeletre fekvő országokat is, Törökországig bezárólag. Tehát mi ezt nagyon jól megteremtettük. Ugye a tranzit. Tehát nyilván elsősorban ezt azért építettük, hogy magunkat a tranzit hátrányos következményeiről tehermentesítsük, tehát a kamionok ne a városközponton keresztül dübörögjenek át, mint 30 évvel ezelőtt. Viszont az, hogy minden nagyobb város gyorsforgalmi úton, autópályán elérhető már Magyarországon, ugye? Hogy bejelentenek egy Székesfehérvár-György gyorsforgalmi útfejlesztést, ami egyébként úgy kéne Magyarországnak, mint a falat kenyér, tehát már a magyar érdekből is. Az, hogy végre megnyílt az M44-es autópálya első szakasz a Békéscsaba felé, egy olyan megye felé, ahol soha egy méter gyorsforgalmi út nem nagyon volt még. Tehát nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ugye Magyarország nem csak egyrészt Győrből, Budapestből és Debrecenből áll. Nagyon-nagyon helyeslem ezt a fejlesztési stratégiát, és nagyon-nagyon helyeslem azt is, hogy nem zárunk be vasúti mellékvonalakat. Pontosan tudtuk, hogy amit végleg bezártunk, amit ideiglenesen szüneteltetünk, azok hogy néznek ki, milyen állapotban vannak, soha nem fog vonat már belátható időn belül arra menni, hanem hogy ráforduljunk a jelenlegi állapotunk sokkal jobb kihasználására, ilyen tekintetben, illetve még inkább messze menőkig figyelembe vegyük a most már a magyar KKV szektornak a középvállalati magyar döntéshozatal, magyar tulajdon úgynevezett felnőtt, maturált cégeket, hogy ők milyen terjeszkedésben gondolkoznak technológiailag, áruforgalmilag, és ilyen tekintetben azért ha ezt áttekintjük, és visszatérek az előző analógiához egy kicsit, mi magunkkal is nagyon nehezen vagyunk összekötve. Mióta téma ugye az Erdély autópálya, akkor ugye Budapest-Kolozsvár vasúti lehetősége, a Budapest környéki vasút, tehát elég megnézni csak Budapest belső vasúthálózatát, hogy milyen állapotban van. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tennivaló, ezzel szépen haladunk, csak ugye akkora
örökséget örököltünk, hogy fel szabad így fogalmazni, hogy nyilván ebbe priorizálni kell, és nem lehet mindent egyszerre megcsinálni, mert az Isten pénzesen lenne elég, hogy ezt egyszerre átráncsuk. Viszont az, hogy magyar érdeket veszünk figyelembe, az, hogy a fejlesztések fő iránya már a Magyarországon a magyar érdekek kiszolgálása is, amellett, hogy továbbra is próbálunk igen attraktívak maradni a külföldi működőtők előtt, és elsősorban a termelő kapitalizmus előtt, és nem annyira a pénzkapitalizmus előtt. Ez szerintem ez a szimbiózis, ez kezd létrejönni, és kezd beállni egy ilyen balansz. És én ezt nagyon hangsúlyoznám, hogy ebben nagyon fontos, hogy természetesen nekünk nagyon fontos szexinek maradni a külföldi működőtőke előtt, és én ezt úgy gondolom, hogy működik is. Magyarország erre nagyon jó rá, nagyon jó szakemberek, nagyon jó állami szervezetek menedzselik ezt a részt, és úgy gondolom, hogy mellé fölnőtt az, hogy természetesen Magyarországon elsődleges és legfontosabb a magyar érdek. Magyar érdek természetesen az is, hogy ebben a működő tőkének a innovációjában, termelésében, előállításában magyar emberek, magyar kezek munkája valósuljon, és magyar családokat tartanak el, és magyar adófizetők lesznek belőlük. Viszont nagyon fontos az, hogy emellé fölnőjön az a réteg, aki a nemzetünk gazdaságának a gerincét úgymond magyarként Magyarországon megadja. Ehhez szükséges logisztika. Én úgy gondolom, hogy elmozdult nagyon pozitív irányba, és belátható időn belül ez a balansz ez létrejön, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon egészséges logisztikai balanszot fog létrehozni. Minden képességünk és eszközünk megvan hozzá, illetve most már minden szándék megvan arra, hogy ebben elmozduljunk. Borzasztóan örülök neki, hogy a logisztika egy gazdaságstratégiai tényezővé válik Magyarországon. Ugye mindenki a logisztikában azonnal a nagyot akarja, mindenki hatalmas nagy tehervonatokban gondolkozik, százával, ezrével a konténerek, stb. Ugye, ha valaki most azt mondja nekem, hogy gyorsan, effektív módon és olcsón juttassak el egy konténernyi árut mondjuk Razanyba, Oroszországba, vagy Voronyezsbe, Oroszországba, vagy egy szerény 500, 600, 700 ezres vidéki városba, Oroszországba, ami nem Moszkva és Szentpétervár, hát igencsak logisztikai kihívás, egy ajánlat összeállítása is hetekig tart, nemhogy maga a szállítás. Az új innovációk, igencsak az új innováció meg az online feladás az úgy működik, hogy Shanghai, Budapest. Az új innováció úgy működik, hogy Hongkong, Triest, Budapest, vagy Koper Budapest. Akkora a volumen, hogy ezeket az online platformokat, mivel nagyon-nagyon-nagyon sok jön, ugye, ezeket nagyon jól be lehet vezetni. Ha én bevezetnék egy online platformot, amelyiknek 100 millió forintokban mérhető a fejlesztési költsége, hogy kedves magyar ipar és kereskedelem, el lehet indulni Románia felé, Oroszország felé, Kazaksztán felé, el lehet indulni különböző eddig feltáratlan területek felé, Baltikum felé értékesíteni, és tessék használni. Valószínűleg ugye az első hónapomban egy nulla darab bekönyvelt konténerrel állnék, mert megkeresne a vállalkozó, hogy igen, hát kipróbálták a termékeimet, hogy mondjam, piacra vinném, de olyan korlátokba ütközök, hogy Gyuri, nekem csak 500 kilón van, én nem tudok 30 tonnával megrakni egy konténert. Ha pedig 500 kilót rakok egy konténerbe, a szállítási költség sokkal több lesz, mint magának az árunak az értéke, ergo nem tudok belevágni. Ugye? Tehát Oroszországban természetesen vannak logisztikai szolgáltatók, a Baltikumban is mindenki az óriási volumenre fókuszál. Tehát egy konténerrel Razanyba vagy Voronyezsbe én megkeresném az orosz vasutat, az Erzsédét. Hát nyilván aki 10 millió meg 100 millió tonnát mozgat meg évente, hát valószínűleg nem egy A-kategóriás ügyfél lennék, és nem azonnal ugranának, hogy ezt így megoldják nekem. Ez egy nagyon komoly kihívás, viszont Magyarországnak ilyen jellegű logisztikai szolgáltatásra szükség lenne, hogy tudjunk nyitni. A logisztika definíciója szerint információk és anyagok áramlása kezdőponttól végpontig igény alapján is. Ugye szükségképpen a logisztika per definem tartalmazza ugye az anyagáramlást, tehát hogy valaminek menni kell valahonnan valahova. Ezt az anyagáramlást megerőzi az információ áramlása, mert nyilván nincs információ, akkor nem indul el az anyagáramlás sem, és kell egy jó körülhatárolható igény köré.
szolgáltatás exportot végzünk nyilván, az alá teljesen más infrastruktúrális rendszer szükséges, ami úgy gondolom, hogy ma azért már olyan szinten rendelkezésre áll Magyarországon, hogy itt, ahogy jelenleg ülünk, itt már az 5G is kereskedelmi forgalomban elérhető, mint technológiai novum. Viszont ugye a logisztikának ugye az eleme az áruáramlás. Én meggyőződésem szerint emberekkel nem logisztikázunk, tehát nincs olyan, hogy humán logisztika. Az embereket szállítjuk, illetve az embereknek szállítást biztosítunk, viszont az ember saját akaratából megy valahova, vagy utazik jó esetben, tehát a logisztika az feltétlenül ugye az anyagáramlást feltételezi. Ugye az anyagáramlás milyenje és hogyanja, sőt, az információ áramlás milyenje is hogyan, és ennek az információnak a biztonsága, meg az anyagáramlás biztonsága is, ez a 21. századnak egy nagyon kemény kérdése. Nyilván, hogy mi szürke állományt értékesítünk, az egy nagyon-nagyon nagy pitch 2020-ban, amiben nagyon jól el tudunk indulni, hiszen viszonylag egyszerű most már a világon fizikailag személynek bárhova eljutni. Sajnos ez az árukkal még nincs itt, és azért hosszú távon, főleg ugye magyar hagyományokra tekintve, agrárlogisztikára tekintve, ugye az agrártermékeink exportjára, akár itt a bortól is elindulhatunk, illetve bármilyen más olyan magyar novum, és ugye nem csak mobiltelefonban kell gondolkozni, meg én most fejlesztettem egy kütyüt, és akkor azt én szeretném ott piacra dobni. Firbás György szerint ma a logisztika kevésbé szolgálja a magyar vállalkozásokat, amelyek sokszor nem elég erősek ahhoz, hogy a nyugati piacokra lépjenek, a keleti nyitáshoz viszont nem minden esetben létezik és adott a logisztikai infrastruktúra. Igen, meg kell oldanunk azt, a magyar agráriumban is, a magyar borászatban is a példánál maradva, hogy ezek nem csak, hogy megtalálják a piacaikat, mert megtalálják, hanem oda fenntartható módon, megfelelő költséggel, megfelelő időben, módon és megfelelő biztonsággal az áruik ezek mindig eljussanak úgy, hogy azért nem szennyezzük szana szét magunkat, illetve nem terheljük olyan szinten a lakosságot és a környezetet, hogy ez egy fenntarthatatlan ellátási láncba csúcsosodjon ki. A logisztika által használt infrastruktúra elemek ugye két fő csoportra oszthatóak, a kemény infrastruktúrára, vagy angolosan a hard infrastruktúrára. Ezek azok a infrastruktúrális alap, fizikai alap vetések, amit elsősorban az országnak kell biztosítani a versenyképessége számára, tehát ismerik út, vasút, repülőtér, a pillérek, amiket az interjú elején soroltam. Másik a soft, vagy a puha infrastruktúra nyilván, internet szolgáltatástól kezdve ugye a közművek, meg stb. Már nagyon erősen jelen van, jelen kell, hogy legyen a privát szektor. Úgyhogy ez így szétválasztódik. Most én az a gondolatom ezzel kapcsolatosan, hogy a kemény infrastruktúrának, a hard infrastruktúrának szükségképpen közforgalmúnak és neutrálisnak kell lenni, amilyen is ma Magyarországon, hogy mindenki számára egyenlő módon elérhető legyen. Gondolok itt arra is, hogy X város polgára semmivel sem külön Y város polgáránál, tehát a Y város polgárának az állam megadja ezt a infrastruktúrális hálózatot, akkor az X város polgárának is meg kell, hogy adja. Innentől kezdve a balansz tekintetében nagyon helyes, hogy minden megyei jogú város Magyarországon végre gyorsforgalmi útkapcsolatot kap, mert Székesfehérvárnak a 60-as évek vége óta van, bármilyen hihetetlen, Sopronnak még ma sincs. Épül, de még nincs, meg Békés Csabának sincs még kész, tehát felmerül a kérdés, hogy természetesen ugye nem építhetünk meg mindent egyszerre, de ezt ugyanúgy biztosítanunk kell egy Békés Csabainak, egy Soproninak, mint egy Székesfehérvárinak, vagy egy Győrinek. Nagyon-nagyon fontos egyébként a nemzeti tulajdon, attól függetlenül, hogy az üzemeltetést hogyan menedzseljük. Én nem zárkózom el egyébként a elvileg és elveim szerint úgymond a magánüzemeltetéstől, viszont azt fontosnak gondolom, hogy ezen magánüzemeltetés is magyar ráhatással, magyar kézbe történjen. Firbás György szerint a magyar logisztikának még sok fejlődni valója van, hogy könnyebben eljuttathassuk a termékeinket azokba a régiókba, ahol lenne rájuk igény, de ahova a magyar vállalatok még kevésbé találnak kapcsolatokat.